Addig folytatjuk a szabadságért a harcot, amíg el nem érjük. Reza Pahlavi trónörökös arra figyelmezteti az Egyesült Államokat és a nyugati hatalmakat, hogy ne hagyják magukat becsapni az új iráni elnök Massoud Pezeshkian megválasztása kapcsán. Ahogy Iránban mondjuk, választási cirkusz. A most 63 éves Pahlavi a vezetés leghangosabb és legjelentősebb bírálója. Pezeshkiant a rezsim bábjának nevezi. Ez a muzulmán rendszer arra törekszik, hogy az irániakat állandó elnyomásban és félelemben tartsa. Nem igazán számított, hogy ki az elnök, mert az összes döntést Hamanei Ayatollah, a legfőbb vezető hozta. A hosszú interjúja során az utolsó iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi legidősebb fia elmondta a CBN News-nak, hogy az irániak annyira várják a politikai változást, mint még soha. A kormányzat saját adatai szerint a lakosság legalább 73%-a más kormányzást akar. Azt gondolom, a szám ennél sokkal magasabb lehet, és ha egy tényleges nyílt közvéleménykutatás készülne, akkor valószínűleg inkább a 90%-os tartományban lenne. 1979-ben a trónörökös Pahlavi az USA-ban élt, és vadászpilótának tanult, amikor a muszlim radikális vezetők arra kényszerítették apját, hogy mondjon le a királyságáról, és az egész család száműzték. Pahlavi szerint ennek az lett a következménye, hogy egy olyan iszlám rezsim jött létre, amely elpusztította ősei hazáját, és így ma az emberek 60%-a a szegénységi küszöb alatt él. 45 évnyi klerikális uralom a vallás nevében és a folyamatos üldöztetés miatt tény, hogy országunk lemaradt a haladás felé vezető úton. Mert Iránnak mostanra a Közel-Kelet Dél-Koreájának kellett volna lennie, ehelyett a térség Észak-Koreája lett. A mullák irányítása alatt Irán a terrorizmus támogatásában vezető állammá vált, egyben a közel-keleti instabilitás központi eleme. Támogatja a Hezbollát, a Hamaszt, az iszlám dzsihádot, a hutikat. És ott van még az aktivisták hálózat, amely a rezsim parancsát teljesíti az egész világon, még a nyugati fővárosokban is. 45 évvel a radikális muzulmán klerikus hatalomátvétel után őfelsége azt mondja, hogy a teheráni mullák hatalma gyengébb, mint valaha, és az irániak többsége szemében elveszítették legitimitásukat. Ha valaki elveszíti a legitimitását, legyen szó akár vallási, akár politikai legitimitásról, akkor csak a puszta elnyomás marad. Ha egy rendszer teljesen elveszítette a legitimitását, ha az emberek nem hisznek már a rendszerben, még ha korábban hittek is, és változást akarnak, akkor ez a rendszer sebezhetővé válik. Példaként említhetjük a 2022-es országos tüntetés sorozatot, amely Mahsa Amini meggyilkolása miatt alakult ki, akit a vallási rendőrség azért vett őrizetbe, mert állítólag nem viselte megfelelően a hidzsábját. Az iráni biztonsági erők több mint 500 tüntetőt öltek meg, és mintegy 20 ezer embert börtönöztek be. Pahlavi szerint ez világosan mutatja, hogy az irániak készek áldozatot hozni a forradalomért. Senki sem mondhatja, hogy a szabadság ingyen van. Az ár néha rendkívül magas. De csak azért, mert túl drága, nem fogom megszerezni, és elviselem azt, ami egyébként más helyzetben végzetes lenne. Nincs választásunk, meg kell tennünk. Meg kell tennünk a túlélés érdekében. Meg kell tennünk, hogy ne őrüljünk meg. Meg kell tennünk az emberiségért, meg kell tennünk a saját érdekünkben. Bármi áron, bármennyibe is kerül. Az amerikai csapatok elleni áttételes támadások ellenére a Közel-Keleten az urándúsítási és atomprogramja, valamint a Hezbollah és más terrorcsoportok finanszírozása mellett Pahlavi nem érti, hogy a Biden kormányzat miért folyosít továbbra is dollármilliárdokat a terrorkormánynak. Szerinte itt az ideje, hogy a nyugati kormányok ne keressék tovább a teheráni mullák kegyeit. Évek óta azzal érvelek a nyugati demokráciák kormányainál, hogy hamis ábránd volt a viselkedésük megváltozására várni. Egyszerűen nem értették meg a rendszer mozgatórugóit, melynek mindezt meg kell tennie a túlélés érdekében. Nem érdekli az iráni nép jóléte, csak az, hogy exportálhassa az ideológiáját, amelynek célja a világuralom.
Pallavi példaképpen Martin Luther King és Mahatma Gandhi, akik erőszakmentes hadjáratot folytattak a politikai változásért. Ezért alapította meg az iráni nemzeti tanácsot, amelynek küldetése az, hogy a jelenlegi iszlám vezetésű rezsimet szekuláris demokráciával váltsa fel. Azt szeretné, ha a világ az iráni nép támogatására összpontosítana, ahelyett, hogy továbbra is a rezsim gengsztereinek kegyeit keresné. Vannak, akik úgy gondolják, hogy belülről kellene megpróbálni reformot hozni, de erről az elképzelésről már ők is lemondtak. A 21. században nem lehet diktatúra, szekuláris irányba kell mennünk. Az irániak többsége ugyanazt látja, hasonlóan gondolkodik. Ismerve szeretett nemzetének történelmét, volt már olyan, hogy azt mondta, ez a harc már túl kemény, túl sok ártatlan ember életét oltják ki, és hogy ez már 45 éve így megy. Volt olyan, hogy elkeseredett? Volt olyan, hogy elgondolkodtam, hogy mi lett volna, ha a dél-afrikaiak feladják, vagy a keleti blokk országaiban élők feladták volna, vagy a Szovjetunió disszidensei feladták volna. Nem hallottam egyszer sem olyat, hogy egy disszidens bárhol a világon azt mondta volna, hogy ő feladja. Nem adhatjuk fel, ez nem opció. És szerintem ezért nem adták fel az irániak sem. Azért mennek az utcára, és azért vállalják a kockázatot, hogy szemben lövik őket, vagy legyilkolja őket a rezsim, mert tudják, hogy ez az egyetlen út a sikerhez. És ha fel kell áldozniuk magukat azért, hogy a jövő generációi élhessenek, hát legyen. Sajnos muszáj. Köszönöm. George Thomas, CBN News, Washington.